Köszöntöm a Kultúrszoba nézőit! Boci János tőzsgyökeres dombóvári lakos, fafaragásai viszont országszerte felelhetőek. A 73 éves művésznek olyan szerencsésen alakult az élete, hogy a hobbija lett a munkája. Templomok oltárai, köztéri alkotások, iskolák, óvodák, játszótéri elemei viselik keze munkáját. Kalandos gyermekkora volt a 73 éves Boc Jánosnak, akit leginkább fafaragásairól ismernek a dombováriak. Ehhez a hobbihoz, amely végül a munkája is lett, szinte egyenes út vezette. Heten voltunk testvérek, a legidősebbik fiú meghalt, így hatan maradtunk, 4 lány és 2 fiú, és szinte mindent megengedett apám nekem, meglátott a jóságomból. Mindegy, 64-ben végeztem a gazdasági vasútnál géplakatosként, lekerültem a vasúthoz. A gazdasági vasútról csak annyit kell tudni, hogy az egy ilyen aglegényekből álló fuserátor műhely volt, tehát Dombóvár iparosainak ott készültek a úgymond mellékesként a szerszámai gépei, egyebei. Megtanultam esztergályozni, marni, vésni, gyalulni, kovácsolni. Lekerültem a vasútra. 69-ben közben katona voltam, 27 hónapig határőr. Mikor visszakerültem katonaság után a vasútra, 12-24-eztem, és folytattam azt a fuserátor stílust, amit a kisvasúton tanultam. Faragókéseket készítettem faragóknak, mert abban az időben kapni nem lehetett. Most, aki vasas szakmába dolgozott, az tudja, hogy egy kést úgy lehet igazán kipróbálni, hogy mennyire tartja az élit, mennyire törik, hajlik, stb., ha dolgozik is vele az ember. Hát mire használják a faragók? Megnéztem, megpróbáltam, hogy ki tudjam próbálni a szerszámokat. Aztán ilyen egyszerűbb kis faesztergapadot csináltam szögvasvázzal, egyébben. Végül 69-ben már a Baranya megyei Népművészeti Szövetkezet intézte el, mert 69-ben még minisztériumi engedély kellett hozzá, hogy valakinek másodállása lehessen, és nekem gyerekként, fiatal emberként már volt 69-ben másodállásom. És folytattam ezt a kettős életet, hogy egy kis vasas munka, egy kis faragás. A fa megmunkálása iránti érdeklődés erősebb lett végül, ugyanis Pécsett kitanulta a fa szobrász, restaurátori szakmát. Korábban monumentális munkákat végzett. Szerte az országban templomok, székesegyházak oltárait restaurálta. Ezzel párhuzamosan szobrok faragásába is belefogott. Készült olyan 5-6 darab szobrom. Pulai templomban van Szent Erzsébet, Szent Teréz, a legközelebbi. Mindig azt mondtam, hogy a Lajos bácsi faragott egy szál rózsát fából. Annak, ha ráfújtunk a levelére, az mozgott. Hogy a csodába tudta megcsinálni? Nekem se árult el kedvenc tanítványának, de ő azzal szokott dicsekedni, hogy ilyet csinálj. Egyszer csinálj egy ilyet. Aztán nem csináltam, féltem tőle szó szerint rózsát készíteni. Még az egyháznál jöttek, hogy a pulai templomból ellopták ezeket a szobrokat, és nem tudnak szerezni helyette, nem-e faragnák fénykép alapján. 65 centisek egyébként. Mondom, megfaragom, de hogy a rózsacsokor, mert a Szent Erzsébet ugye kenyeret vitt a szegényeknek, aztán a férje, amikor el akarta kapni, akkor rózsával változtatta, tehát a kötényében rózsacsokor van, és a kezében van egy szál rózsa. És én megfaragtam azt a rózsát úgy, hogyha ráfújnak, megmozdul. Időközben ugye apránként faragtam ezeket az életfákat, kopjafákat. Mindig azt mondtam, ingyen faragtam. Megvásárolták a fát, és nekem megtiszteltetés volt, hogy engem kértek fel arra, hogy egy Ijés Gyuláról, egy Fekete Istvánról, ugye a Bukka, ha nem mondjam, tehát az én világomról írta Fekete István, a szabad életről, a
mocsár világról, a hegyoldalakról, egyébről. Bocz János az egyházi megbízások után több játszótéri elemet készített iskolákba, óvodákba, amelyek igazán időtállóak voltak. Szoros együttműködés jellemezte a helyi madártani csoporttal is. A tüskei madárvárta fa munkáit is ő készítette. Én elköszöntem tőlük, amiben az egyesület igazgatója, amúgy a belvárosi iskola volt igazgatója, a Nagy Sándor, mondta, hogy ez nem úgy megy, ő nekik kell elköszönni tőlem. Rendeztek egy nagyon szép műsort számomra, ami érdekesség valahol itt van. Egy üvegbort kaptam és egy könyvet, de kijöttek a könnyeim, mert akkor mondták, hogy 36 év alatt a legtöbb támogatást azt tőlem kapták. Mindegyik munkámra büszke vagyok, mert mindegyiket megpróbálom a technikai és elméleti tudásom szintjén maximálisan megcsinálni. És a pedagógus gyerekeim mondják ezt, hogy apu, kevésbé kellene maximalistának lenni. Mert ha elkészül is egy munka, amikor elkészül, akkor már nem tetszik. Nem így kellett volna, nem úgy kellett volna, másképp kellett volna megoldani. Azt eltállik egy-két év, akkor mondom, hogy te vé hülye, hát ezt is te csináltad. Erre büszke lehetné azért. A művészeknek szükségük van példaképekre. Bocz János 3-4 hozzá közel álló személyt is megnevezett. Tehát volt a Szekeres Pista bácsi népművészmester, pásztorfaragások, csontfaragásokat készített, ahhoz készítettem neki szerszámon. Aztán Kurdon volt az Őri Szabó Dezső, ő is népművészmester. Ő református pap volt főállásban, mellékesen faragott. És volt a Balázsi Gyula, akit Dombováron istenítettek, népiparművész és népművészmester volt. Végül is ő mondta, hogy gyerek, nem vagy te hülye ehhez a dologhoz, miért nem faragsz? Akitől én iszonyatos sok segítséget kaptam, az ott van leírva a könyvben, Exner Lajos, faszobrász, ő volt a gyakorlati oktató a képzőművészetibe. Ő fantáziát látott bennem, mert kétkezes vagyok. Tehát nekem mindegy, hogy így verem a szöget a falba, vagy így verem a szöget a falba, ebben a kezemben van a faragók is, vagy a másikba. Nagyon mindegy. Mondják okos emberek, hogy valószínű azért van, mert balkezesnek születtem, csak átneveltek jobbkezesnek. Így megmaradt a balkézben is a tudás, meg a jobba is. Lajos bácsitól nagyon sokat tanultam. A mai napig emlegetem, ugyanis egy fiam és egy lányom van. A fiam szépen farag, ő elleste a szakmát, sose tanítottam. És nekik szoktam mondani, hogy a Lajos bácsinak több tudás volt a kisujjában, mint amit én most 73 évesen tudok. Még a legnagyobb művészekről, tudósokról is kiderül, hogy nem voltak eminens diákok. Nem ők voltak a legjobbak a szakmájukban. Nincs ez másképp Bocz János esetében sem. Elismerte gyermekkori csínytevéseit, azt is, hogy furcsa módon nem tud rajzolni, és hogy nem ő volt a legügyesebb a szakmában. Mégis ezekkel a buktatókkal együtt egy olyan életpályát járt be, amire igazán büszke lehet. Tehát van, hogy pillanatok alatt beugrik, van, hogy hosszú vajudás után, de ha már megszületett a fejembe, hogy mit akarok csinálni, onnantól nevetve megcsinálom. Mindig mondom, mert megint csak a gyerekeimre hivatkozok, hogy apu, miért ott csinálod? Hát mondom, mert ott köl, ott a fölösleges. Tehát valahol az agyba rögzítődött, hogy mit akarok csinálni, a kezem nem tud más csinálni, mint amit az agyam vezérel. Azért kell ott csinálni, mert onnan bentről az jön, hogy ott kell csinálni. Tizenegyedik alkalommal rendezték meg az immáron hagyománnyá vált Rohmann Herrig emlékhangverseit augusztus 1-én Bátaapátiban, a Hárfa művész szülőfalujában. A nézők között volt az egyik utolsó tanítványa, Kocsis Andrea is.
augusztus 1-én megtartották az immáron hagyománnyá vált Róman Henrik emlékhangverseny Bátalpátiban. Magyarország egyik legjobb hárfása itt, ebben a Tolna megyei kisfaluban született 1910. augusztus 4-én. Szekszárdi kamarazenekart vezettem. Amikor rájöttem arra, hogy itt 18 km-re Szekszártól született valaki, akit Róman Henriknek hívtak, akinek a nevét én személyesen is ismertem, és hát nagyon jól ismert, tudom, hogy mit tett a hárfa megismertetéséért Magyarországon, és nem tudtam róla, hogy itt született, ennyire közel Szekszárdhoz. Tehát én kötelességemnek éreztem azt, hogy itt kezdjünk el valami ilyesmit. Nagyon jó lenne, biztos vagyok benne, hogy nagyon sok település van, kisebbek, és ahonnan származtak el olyan emberek, akik megérdemelnék, hogy mint ahogy itt a templom falában megemlékezzék a nevüket. 10-15 évvel ezelőtt tanítottam a főiskolán hangszerismeretet, és ezen belül magyar előadók ismeretét. És amikor egy Ruha István, aki a világ egyik legjobb hegedűművésze volt, vagy Kovács Dénes, aki szintén egykorúak voltak, még csak 2-3-4 éve volt halott. A növendékektől mindig ez volt az első, amit megkérdeztem, hogy kiket ismernek magyar nemrég múltban. És az egynegyede ismerte a nevüket. Akkor természetes, hogy arra kell, hogy gondoljak, hogy tennünk kell valamit azért, hogy ezeket az embereket, mint Róman Henrik, ne felejtsék el. A hárfások természetesen a mai 60 évesek és az idősebbek, a fiatalabbak már nem, de az idősebbek testközelből ismerték, mert ő volt a tanár a konzervatóriumban, tehát a Bartók szakközépiskolában, emiatt mindenki ismerte, de a fiatalabbak már csak talán a nevét, vagy hogy Róman. Az, hogy aztán Róman Henriknek ki volt a tanára, azt már biztos vagyok benne, hogy ők sem ismerik. Ezeket a dolgokat próbáljuk ápolgatni, és ezért vagyunk mi ma is itt. A 11. alkalommal megrendezésre került eseményt a település evangélikus templomában tartották, aminek akusztikája hozzájárult a koncert léleksimogató hangulatához. Földesi Lajos hegedű művész, a hangverseny kitalálója, másfél évvel ezelőtt nyugdíjba ment a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemről, de 4 növendék ragaszkodott hozzá, így nem hagyhatta őket cserben. Most ők is közreműködtek a koncerten. Egyik legígéretesebb diákja Józsa Dalma, aki most 5. éves a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen. Jövőre fogok végezni, utána lehet még további képzéseket is csinálni, például van tanári képzés, azon gondolkodom. Szóval úgy gondolom, hogy még tanulok, amennyit lehet, és utána majd zenekarban szeretnék játszani. Nyújt egyfajta fizikai élvezetet is, már ahogy megszólal a hangszer, plusz nagyon jó érzés, hogy ki tudom valamivel fejezni magamat, hogyha sikerül éppen. Én nagyon szoktam izgulni, néha sikerül kikapcsolni, ezen kell még főleg dolgoznom. Koncerten ugyan most csak nézőként, de részt vett az egyik utolsó tanítványa is, Kocsis Andrea hárfaművész, aki 1975-ben ismerte meg Róman Henriket. Ő volt a tanárom, nem az első, a második tanárom volt, mert én Debrecenben kezdtem el hárfálni, de az apukámat Pestre helyezték dolgozni, ahogy másodikba konziba kerültem, és hát persze az egész család ment vele, és akkor kerültem Róman Henrikhez, és hát egy egészen más világba csöppentem, hogy úgy mondjam. Szóval követelmény volt, nagyon kedves ember volt, de a óráról ólára megvolt az adag, amit nála el kellett végezni, amit én azelőtt nem tapasztaltam, és hát akkor össze kellett szedni magam, mert ugye egy kicsit hátrányban voltam a többiekhez képest, de annyira akartam, hogy aránylag hamar behoztam a többieket, és hát akartam csinálni, szorgalmas is voltam, hogy úgy mondjam, mert azért a hárfához
azért kell egy kis kitartás, ugye kézzel, lábbal dolgozik az ember, megállás nélkül. Tehát nem elég az, hogy nézem az, hogy mit játszom két kezemmel, nézni kell a kottát, hogy mit játszom, a kotta közben még be van írva a jobb lábnak és a bal lábnak a pedál. Ugye hát 7 pedál van egy hárfán, és hát ezt mindent meg kell tanulni. Tehát, hogy nem akarom lebecsmérelni, sőt, egyáltalán nem egyik másik hangszerzser, de azt hiszem az orgonán kívül csak a hárfa az, ami így kézzel-lábbal dolgozik egy estén keresztül, hogyha koncerten kell játszani. Az idei hangversenyre technikai okok miatt nem tudták elhozni a hárfát, de így isméltóképpen ünnepelték Róman Henrik születésének 110. évfordulóját szülőfalujában. Szemes kályha, koronás kupola dísze Decs Etem mezővárosból. Ez augusztusban a hónap műtárgya a Vosinszky-Mór megyei múzeumban. Etem mezővárosról beszélünk, a Szekszárd közelében található, egyébként Decs határában, ma már csak maradványaiban a szántóföld alatt léteznek a különböző objektumok. Nagyon hosszú ideig, tulajdonképpen az Árpád-kor elejétől már megtelepültek itt az emberek, erre régészeti nyomok vannak, és a legújabb kutatásaink szerint valamikor 1600 körül pusztulhatott el. Egy eddig publikálatlan új műtárgy került elő a Vosinszky-Mór Múzeumban. Egy hengeres palástal gyorskorongon készült tárgy darabjai. Minden bizonnyal egy kályhát díszítő elemet alkottak, a bemutatott részletek. Itt a Kárpát-medencében, illetve az Alpok térségében az, hogy hogyan fűtik a lakóhelyet, az egy nagyon lényeges dolog, hiszen mi egy olyan éghajlaton vagyunk, ahol télen valamiféleképpen meleget kell csinálni az otthonokban. Na most ugye az Árpád-korban általában ilyen tapasztott buboskemencékről beszélünk, majd aztán az 1300-as évek elején megjelenik egy olyan fűtőberendezés típus, amikor a testbe olyan darabokat tesznek, amik általában úgy néznek ki, mint egy fazék, lyukasak, bele lehet nyúlni, ugyanis a hő közléséhez ezek nagyon jók voltak, tehát egy agyag falba beletesznek ilyen cseréből készült tárgyakat, amiket speciálisan erre készítenek, általában kerekformájuk, de lehetnek szívformájuk, változatosak. Na most Magyarországon is nagyon gyorsan megjelenik ez, és a korai időszakban, tehát itt az 1300-as évek közepe tájáról beszélünk, először ugye a királyi udvarban, majd aztán ugye megjelenik a mezővárosokban is. Most itt Ete kapcsán egy mezővárosról beszélünk, és itt is kezdenek megjelenni ezek a cserépkályhák. A szemes kályha egyik alaptípusát éppen Ete mezőváros 1935. évi ásatásán találta Csalogovics József, Tolna vármegye múzeumának igazgatója. Egy több osztatú házat tárt fel, benne eredeti helyzetben egy bögréskemence maradványait, így az közismerté válhatott régészeti és néprajzi szakirodalmakban. A másik ugyanilyen fontos dolog az volt, hogy ő talált fazekas égető kemencéket, és az égető kemencékben magában, illetve a kemencék előterében egyrészt megtalálja ezeknek a szemes kályhának az anyagait, másrészt pedig egy nagyon fontos másik leletcsoportot is, a kályhacsempe negatívokat, mégpedig az úgynevezett tapétamintás csempék csoportjába tartozó negatívokat. Ebből egy egész gyűjtemény van. Hát ebből én egy pályázat keretében már készítettem egy nagy tanulmányt, és az Etén előkerült csempekályák, illetve csempek negatívok alapján ugye kiderült, hogy az itteni fazekasok valahonnan Salzburg környékéről ide került csempe, vagy egy negatív alapján készítettek újabb negatívokat, és itt helyben gyártottak.
És bár nem voltak képesek még ugyanazt a színes, vegyesmázas csempét előállítani ezzel a mintával, de a korban szintén divatos, grafitozott felülettel gyártották ezeket a csempéket, és valószínűleg jó néhány házban felállíthattak, nyilván a módosabb polgárok házaiban, mert elég sok töredéket találtunk a mezőváros területén a különböző kutatási fázisokban. Tulajdonképpen ilyen oromdíszt eddig még nem találtak. A pártadíszek maradványa inkább a jellemzőek. Ezeket már többször be is mutatta a múzeum. A pártadísz mögött van ugye a kemencének vagy ennek a kályhának a búbja, és ez a hónap műtárgya, amit itt lehet látni, egészen biztos, hogy ott, ezek mögött, a csempék mögött fölül képezett egy dísz. Most ha alaposan megnézzük, akkor lehet látni, hogy ez egy olyan tárgy, amin ilyen bevágások vannak. Itt elől van két ilyen levél alakú bevágás, alul egy-egy ilyen kis nyílszerű résszel. Majd a bütykök között is láthatjuk ugyanezt, illetve ha közelről megnézi az ember, akkor a vágásokat is lehet látni, tehát fölfelé is kiegészíthetnénk ilyen levélszerű résszel. Tehát két sorban van nekünk ilyen levéldíszünk, vannak ezek a bütykös ormok közbe. Viszont azt nem tudjuk, hogy a teteje hogyan zárult. Elképzelhető egyébként, itt fogdosok egy ilyen cserepet, hogy egy ilyen hasonló kis kupolásszerű díszsel zárták le. Itt van egy ilyen kis nyílás rajta, ami lehet annak a bizonyos levéldísznek a csúcsa. És ugye az nagyon lényeges, hogy a nyílások mögött kellett lennie egy tapasztott felületnek, hiszen hogyha ezt egy kályhának úgy illesztik a tetejére, hogy a füst szabadon kiáramlik, akkor nincs értelme az egésznek. Hiszen arról beszéltünk, hogy a fűtés, mint olyan, a kényelem szempontjából volt nagyon fontos, és ezek a kályhák, erről eddig nem beszéltem, azért nagyon fontosak, mert lehetővé tették azt, hogy a lakóteret füstmentesítsék a szobában. Hát ez ugye elképzelhető, hogy egy nyári tábortűz után, nyári tábortűz tapasztalatait megélve, hogy ha az ember szemét nagyon csipi a füst, akkor az nem annyira kellemes dolog. Most ezeket a kályhákat előfordult egyébként, hogy magából a szobából fűtötték, de az volt a gyakoribb és a kényelmesebb, amikor a szomszédos helyiségből, a konyhából történt ennek a kályhának a fűtése. Ezzel a darabbal a kelet-dunántúli népies kályhák egy eddig ismeretlen részét, egy különleges, egyedi elemét ismerhettük meg. 10 gyerekkel indult hétfőn a szuperhős tábor a Babits Mihály Kulturális Központban. A szervezéskor az egyik elsődleges cél volt, hogy a mindennapok hőseivel is megismerkedjenek a táborozók. Így rendőrségi és katonai napot is tartottak a héten. Na, mindenki kap egy palástot, névre szóló sablon van, mindenkinek a nevének a kezdőbetűje ott van rajta, majd a Flóra mindenkinek kiosztja, jó? Palástot készítenek a kis szuperhősök a Babits Mihály Kulturális Központ e heti tematikus táborában. Mindenki a saját nevének kezdőbetűjével ellátott Superman emblémát rajzolhatta a palástjára. A szervezők számos kiváló programot terveztek a hétre, de a koncepció része volt az is, hogy a mindennapok hőseit bemutassák a gyerekeknek. 10 gyerekkel indultunk a héten, hétfőn a rendőrség tartott tájékoztatót a közlekedésről. Nagyon élvezték, rengeteg kérdésük volt, társas játékokat is hoztak, úgyhogy nagyon szuper nap volt a hétfő. Kedden a katonaság volt nálunk, ők a Prométheusz Parkba akadálypályát csináltak a gyerekeknek. Egy egész délelőtt lent voltunk, úgyhogy teli voltak kalanddal, gránátot hajítottak, kúsztak, másztak. Nagyon-nagyon tetszett nekik. Holnap megyünk a Rizó állatsimogatóba, délután pedig kézműves foglalkozás lesz, pénteken pedig moziba megyünk. Scooby című filmet fogják megnézni a gyerekek, délután pedig játszóterezünk, kihasználjuk még a jó időt. Tavaly csináltam először, és akkor így eszembe jutott, hogy a mindennapok hőseit is mutassuk be a gyerekeknek, és akkor így a katonaság, tűzoltóság, rendőrség, ők jöttek tavaly is, és ők, akkor ezt az idén is
bevettük ezt a programot. Ez olyan jól sikerült, hogy hétfőn mindenki rendőr, kedden mindenki katona szeretett volna lenni, kivéve Zengődi Miklóst, aki saját bevallása szerint nagyon elfáradt a kiképző pályán. Katonai akadálypálya is volt. A tesóm mindenre jót mondott, én mindenben elfáradtam, mert nagyon nehéz volt. De azért tetszett? Hát igen, a célbadobás volt az egyik kedvencem. Nagyon sokat szoktunk kézműveskedni, nagyon szeretek ilyen dolgokat csinálni. Úgyhogy, hát nagyon örülök, hogy anyukám beiratott ide. A szerdai rossz időjárás nem kedvezett a szabadtéri programoknak, így előre hozták a kézműves foglalkozást. Ma palástot fogunk készíteni, vagyis már készítenek, és pajzsot. Állarcokat is készítettek, karspajzsot is fogunk készíteni, úgyhogy hogy minden napra valami kis szuperhősös kézműves foglalkozást tartunk. Mindent, amit a kézműves foglalkozáson elkészítünk, ezt hazavihetik. Ezen kívül kapnak még szuperhősös kulacsot, sapkát és egy zsákot. Augusztus 10-től a kézműves alkotótáborban várják az érdeklődőket. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!